Köszöntöm a stúdiónkban dr. Fetter Ádámot, Pilisvörösvár polgármesterét és Strack Bernadette a polgármesterasszonyt. És hát ugye a költségvetésről és ilyesmikről fogunk beszélni, de mielőtt belevágunk az egészbe, egy kicsit még menjünk vissza a tavalyi év végére, meg hát a tavalyi évre. Ugye az energiaválság tavaly kezdődött, és hát idén is velünk marad. Mielőtt ugye a költségvetést megalkották, ezzel is kalkulálni kellett. Hogyan tudtak ezzel kalkulálni, és részesült-e Vörösvár állami kompenzációban? Mi egy ősszel válságmenedzselési tervet készítettünk. Ennek ismeretében és a település adóerőképessége alapján hozta meg az állam az évvégi kompenzációs döntését. Ez alapján 88,8 millió forint támogatásban részesültünk. Még mielőtt ezt a támogatást megkaptuk volna, a képviselőtestület novemberben elrendelte a közvilágítás gyérítését, a Széchenyi óvoda épület szigetelését, a világítás ledesítését, a bölcsőde a Széchenyi utcai óvodában való ideiglenes költöztetésének előkészítését. A decemberi fogyasztási adatokból már látszanak a fogyasztás csökkenések. Amennyiben ezeket a döntéseket nem hoztuk volna meg, akkor a szokásos fogyasztási adatok alapján az újjárakkal kalkulálva az eddigi rezsiköltségeink a becslések szerint kb. 82 millió forintról 530 millió forintra ugrottak volna meg évente. Ezt mindenki beláthatja és mindenki érzékelheti, hogy ez egy olyan összeg, amely kigazdálkodhatatlan. Bármennyire is spórolunk másokon, meg máson, bármennyire is jó a gazdálkodásunk, főleg egy ilyen gazdasági környezetben, amikor az infláció is rendkívül magas, minden költségünk emelkedik. Ez a drasztikus áremelkedés a rezsicsökkentés miatt nem minden család életében jelenik meg. Sajnos azonban ez a rezsicsökkentés az önkormányzatokra nem vonatkozik. Ha nem korszerűsítjük az intézményeket és a közvilágítást, hogy ezáltal az áram- és gázfogyasztásunk csökkenjen, akkor egy fillérünk sem marad fejlesztésekre, például útépítésekre, járdaépítésekre, hanem a város működésére sem maradhat elegendő pénzünk. Ezért kellett meghoznunk ezeket a megszorító intézkedéseket, döntéseket, mint például intézménybezárás, a közvilágítás gyérítése, amit a képviselőtestület minden tagja egyhangulag támogatott. Tudjuk, hogy ez a helyzet most egy alkalmazkodást és megértést kíván a lakosságtól, de ha ezt nem lépjük meg, akkor sehol nem lesz közvilágítás, mert egész egyszerűen nem tudnánk kifizetni ezt az összegű villanyszámlát. A ledesítés a megoldás ebben az esetben, ahol már szintén az előre gondolkodás jellemezte a városvezetést, mert az energiaválság kirobbanása előtt már megkezdtük ezt a tervezést, így a nyár folyamán a közvilágítási rendszerünk, a komplet közvilágítási rendszerünk megújulhat. A kalkulációk szerint az új villanyszámla nem lesz sokkal több, mint a válság előtti időszakban. Most zárult ez a közbeszerzés, a testület a beérkezett ajánlatok alapján kiválasztotta a nyertes kivitelezőt, ahogy a beruházásra megjön a kormányengedélyünk, a kivitelezés indulhat is. A hosszú távon így fellélegezhetünk, és a következő téli időszakban már nem kell a kikapcsolásokban, illetve gyérítésekben gondolkodnunk. És akkor térjünk át az idei év költségvetésére, amelyet ugye 21-én, február 21-én fogadott el a képviselőtestület. A polgármester asszonyt kérdezem, hogy pár szóban hogyan tudná jellemezni az idei év tervezését. Meg kell állapítsam, hogy rohan az idő, mert immár a negyedik költségvetésünket alkottuk meg, és azt gondoltam, hogy az évek meg a rutin és évről évre egyre könnyebb lesz a megalkotása, de az idei év is feladta számunkra a leckét, mert ahhoz, hogy az elveinket meg tudjuk őrizni, illetve a város érdekeit és fejlesztési céljait meg tudjuk tartani, ahhoz emellett a rendkívüli módon megemelkedett
költségek mellett egy olyan költségvetést tudjunk készíteni, ami biztos fedezetet nyújt, és a város fejlődését sem torpantja meg, az azért nehéz volt az idei évben. Ahogy polgármester úr is elmondta, a munkánkat az előre gondolkodás jellemzi, mindemellett az óvatosság is, tehát igyekszünk felkészülni minden olyan helyzetre, eseményre, ami várható és látható. Így tettünk az energiahelyzettel kapcsolatban is a takarékossági intézkedések bevezetésével, aminek a jogossága csak most látszik igazán, amikor is számításaink szerint közel 200 millió forintot tudunk megtakarítani ezzel az intézkedés sorozattal. Azonban büszkén mondhatom, hogy nem kellett a tervezés során vagyonfelélést eredményező intézkedésekkel terveznünk, ami annyit jelent, hogy nem kellett ingatlan eladásokat is beépítenünk a költségvetésbe, ugyanis sok településnél tapasztalhattuk és láthattuk, hogy csak úgy tudták biztosítani a költségvetés egyensúlyát, hogyha ingatlan eladásokkal, illetve adóemelésekkel terveztek. A mi esetünkben az elmúlt évek jó gazdálkodásának köszönhetően viszont a maradványunkból tudtuk ezt a hiányt fedezni. Tavaly azt mondhattam, hogy a költségvetési főösszegünk mintegy 600 millió forint emelkedéssel történelmi határt lépett, tehát 4 milliárd forint fölött zártuk az évet. Az idei évben ez még történelmi léptékkel 1,3 milliárd forinttal emelkedett, úgyhogy a képviselőtestület 5,5 milliárd forintos főösszeggel fogadta el idén a költségvetésünket. Ha elemezni szeretném ezeket az adatokat, akkor azt mondhatjuk, hogy a város fejlődése, növekedése szempontjából ez egy nagyon pozitív emelkedésnek mondható, hiszen egy járásszékhelytől elvárható léptékben fejlődünk, látványosan is, és az elmúlt évek lemaradásait is sikerül behoznunk. Azonban, hogyha a költség oldalt elemezzük, akkor sokkal jobban örül volna annak, hogyha ez az arány a beruházások javára tolódik el, és nem pedig a kiemelkedően megemelkedett áremelkedések miatt az ilyen jellegű költségek növekedésével. Úgyhogy azt kell mondjam, hogy több nehézséggel is kellett szembenéznünk a tervezéskor. És akkor, ha már így említette a nehézségeket, akkor egy kicsit részletezni, hogy mikre gondol? Igen, számos olyan nehézség adódott, amivel korábban a tervezésnek nem kellett ilyen mértékig számolnia. Mondhatnám már, hogy lassan hozzászokunk ahhoz, hogy amióta átvettük a város vezetését, csupa olyan eddig nem látott, nem ismert helyzetet kellett kezelnünk, mint például a Covid, a háború vagy a Sberbankos helyzet, és idén pedig az energiaválság és a magas infláció. Amikor készültem a költségvetés elemzésére, akkor engem is meglepett, hogy az infláció mértéke 1998 óta nem volt ilyen magas szinten, mint idén, és 10% fölött is csak 1999-ben volt. Azóta még ezt a 10%-os mértéket sem közelítette meg, még a 2008-as gazdasági válság idején sem, amikor is szintén csak 8%-ig kúszott föl ez az infláció. Úgyhogy ez azt eredményezte, hogy a költségeinket minimum az infláció mértékével, ezzel a 14,5%-kal kellett megemelnünk, azonban rengeteg termék és szolgáltatására ettől jóval nagyobb mértékben emelkedett, így összességében a kiadásaink azok átlagosan 28%-kal emelkedtek meg. Ez fontos hangsúlyozni, hogy ezek a működési kiadásaink, amikből már nem tudtunk tovább faragni, ez szükséges a város üzemeltetéséhez, és akkor még gyakorlatilag nem beszéltünk arról, hogy szeretnénk fejleszteni és beruházni is. A helyzetünket tovább nehezítette, hogy az állami finanszírozás összege a tavalyi évhez képest 24 millió forinttal csökkent. Ebbe a csökkenésben már bele van számítva a 88 millió forintos energiaár támogatás is. Azt is tudni kell, hogy ez a támogatás összege sajnos nem elegendő a megnövekedett ilyen jellegű kiadásokra, de természetesen azt meg kell jegyezni, hogy ez azért segítség a kiadások fedezése szempontjából.
hogy minek is köszönhető az, hogy csökkent ez az állami támogatás. Ez egyrésztről annak, hogy a kevésbé adóerőképes települések javára, vagyis a kisebb, szegényebb települések javára Pilisvörösvártól az idei évben a tavalyi 104 millió forint helyett már 211 milliót vontak el. Ez azt jelenti, hogy 107 millió forintot adunk pluszba idén már ilyen célra az államnak. Ez azért nagy összegnek mondható a költségvetésünk szempontjából. Másrésztről pedig az állami finanszírozás és a bérkompenzáció tekintetében még nem kaptunk adatot a támogatás emelésére vonatkozóan. Bizakodóak vagyunk, és bízunk benne, hogy ez csak a téli meghosszított igazgatási szünetnek köszönhetően csúsznak az adatátadások, mert azért ezzel a támogatással még jó lenne számolnunk az idei évben. Ezen kívül pedig mindez azt eredményezte, hogy az intézményeinknek a finanszírozása rendkívüli módon megemelkedett, ami az önkormányzattól saját forrású támogatást igényelt. Hogy ezt a számok nyelvén is érzékeltessem, ez az intézmények számára az idei évben plusz 258 millió forintot igényelt a város saját forrásaiból. Még azon intézmények tekintetében is, akiknek eddig még soha nem kellett plusz finanszírozást adni a városnak, mert az állami támogatás elegendő volt, ilyen például a szakrendelő számára is 33 millió forintot kellett az idei költségvetésből lekötnünk. A személy jellegű ráfordítások tekintetében plusz 290 millió forinttal kellett terveznünk, illetve az egyéb dologi működtetési kiadások város szinten plusz 302 millió forinttal emelkedtek. Ide sorolhatjuk a Városgazda Kft-t is, akinek évek óta a működési költsége, finanszírozása változatlan összegű volt, azonban ezeknek a drasztikusan megemelkedett áraknak köszönhetően az ő finanszírozását is ki kellett kompenzálnunk, ugyanúgy, mint ahogy az alapfeladatokra vonatkozóan a bérköltségeket is meg kellett támogatnunk részére az emelkedések okán. Azonban azt hál' Istennek elmondhatjuk, hogy a Városgazda Kft. Mind a létszámot, mind pedig az elvégzett feladatokat tekintve folyamatosan növekedik, ami évről évre egyre több megtakarítást eredményez a város számára, hiszen nem kell drága pénzért alvállalkozókat bevonnunk, mi magunk önköltségi áron el tudjuk végezni ezeket a munkálatokat. Amit említett, ugye, hogy a költségvetés megalkotásában nehézséget jelent az önkormányzatoknak, az nyilván érinti az egyes embereket, a családokat is, a lakosságot. Tudnak-e a szociális területre esetleg többletforrást biztosítani, vagy ezt valamilyen módon segíteni, vagy könnyebbséget biztosítani a lakosok részére? Igen, a szociális és családtámogatási keretünket is sikerült megnövelnünk. Még az előző év végén döntött a szociális támogatási rendszer átalakításáról a testület, hogy a rászorult családokon tudjunk segíteni, vagy a nehéz helyzetbe került családokon. Ennek köszönhetően már az idei évtől tudják a rászorulók az emelt összegű tűzifa és rezsiszámla támogatást igényelni, és egyben a jogosultak körét is kiterjesztettük, hogy minél többen tudjanak élni ezzel a lehetőséggel. Szintén a szociális intézkedések között említeném meg, hogy növeltük az idei évtől a 70 év felettiek ajándékutalványát, ez 50%-os emeléssel 5000 forintról 7500 forintra emelkedett, illetve az általunk bevezetett születéstámogatás összegét is megemeltük 50%-os mértékkel, úgyhogy minden újszülött baba születése esetén a családok pénzbeli támogatása 10.000 forintról 15.000 forintra emelkedik, illetve még egy újdonság az idei évtől, hogy minden 2023-ban született babának és családjának egy facsemetét fogunk ajándékozni, amit minden évben ősszel fogunk átadni a családok számára.
Aztán szintén a szociális intézkedések között a Bursa Hungarika ösztöndíj mértékét megdupláztuk, amivel a nehéz helyzetben lévő családok gyermekeinek szeretnénk segíteni a továbbtanulási lehetőségeit. Ugyan nem szociális terület, de ide sorolnám a civil szervezetek támogatását is, amit szintén 4 millió forinttal emeltünk az idei évben, így már összesen 25 millió forintos keret áll rendelkezésére a civil szervezetek számára. Ezzel egy fontos választási ígéretünket is sikerült teljesíteni, ugyanis azt ígértük, hogy megduplázzuk a civil szervezetek támogatási összegét. Ez 2019-ben 11,5 millió forint volt. Az is látszik, hogy sikerül egy sokkal aktívabb civil közösséget kialakítanunk, és ezáltal egyre több szervezet is pályázik. Az idén beérkezett pályázatok alapján az is látszik, hogy az általuk igényelt összeg egy jóval magasabb szinten van, mint ez a 25 millió forintos keret, úgyhogy igyekszünk ezt a jövőben is tovább növelni és kiszolgálni az így érkező igényeket a civil szervezetek részéről is. Ugye említette, hogy ezek a magas összegek jobb lett volna, hogyha beruházásokra tudják fordítani. Ennek ellenére azért jut a beruházásokra is? Igen, természetesen az elmúlt 3 év felelősségteljes gazdálkodásának köszönhetően tudunk pénzösszeget biztosítani a beruházásokra is. Ahogy korábban említettem, ugye a maradványunkból sajnos az idei évben először kellett fordítanunk működésre is. Ez azt jelenti, hogy ezáltal ugyan csökken a beruházási keretünk, de fogunk tudni az idei évben is beruházni. Ami már most látszik, hogy sokkal szigorúbban kell vennünk idén a költségvetésnek a kereteit, ami annyit jelent, hogy az tudható, hogy ezek mellett a nagyon erősen megemelkedett kiadások mellett az idei évben nem sok újabb tartalék felhalmozására van esély, azonban azt szeretnénk elérni, hogy az az összeg, amit átcsoportosítottunk most a működésből beruházásra, legalább azt vissza tudjuk forgatni a beruházási célokra, és ezáltal minden olyan tervünket meg tudjuk valósítani az idei évben, amit szerettünk volna. A költségvetésben a maradványból jelenleg 443 milliót tudtunk fejlesztésre, beruházásra előirányozni, de ugye áprilisban a zárszámadáskor válik véglegessé a maradvány, úgyhogy bízunk benne, hogy ezt még egy pár száz millió forinttal meg fogjuk tudni emelni. És arról sem szabad megfeledkezni, hogy ugye tavaly a Sberbankban ragadt pénzünk miatt e beruházások maradtak el, évvégén hál' Istennek visszakaptuk ezt az összeget, úgyhogy az idei évben ezek a beruházások is meg fognak tudni valósulni, valamint van még pályázatból elnyert összegünk, ami szintén idén fog megvalósulni, így ez összességében 1,7 milliárd forintot tesz ki. Így összegezve azt tudom elmondani, hogy 2023-ban Pilisvörösváron mintegy 2,2 milliárd forint értékben fog biztosan beruházás megvalósulni, és hát nagyon bízunk benne, hogy az áprilisi maradvány összegével még tovább tudjuk növelni ezt az idei évi beruházási keretünket. És akkor nézzük ezt egy kicsit részletesebben a beruházásokat. Polgármester urat kérdezem, hogy mikkel tervezünk az idén, mikkel tervez a város az idén, ugye még vannak az útépítések, amik tavalyról, és ezen kívül? Terveink szerint még márciusban elkezdődhet a kivitelezés. Ezúttal szeretném megköszönni a tisztelt lakosságnak, hogy a több évtizede elmaradt építkezések következményeit tűrte. Még egy kis türelmet fogunk kérni a kivitelezés következtében adódó korlátozások és kellemetlenségek miatt, ami az utak elkészülnek. És akkor nézzük a többi beruházást is. Ugye ezek voltak az útépítések tavalyról. Mire számíthat idén a lakosság? Sok projektünk volt, van és lesz is. Szintén itt is részben lezárult a bölcsödén közbeszerzési eljárása. Ehhez szükséges plusz forrást is megkaptuk. Ezért a hetekben már megtörténik a munkaterület átadása, és elkezdődhet a bölcsöde épületének és a
infrastruktúrájának a kivitelezése. Várhatóan a jövő évet már a gyermekeink ott kezdhetik meg, ott is kezdhetik meg, tekintettel arra, hogy a régi bölcsöde is üzemelni fog. Karácsony óta ismét hozzáférünk a búcsútér kiépítésére, kivitelezésére, pályázaton nyert, és a Sberbankban ragadt 235 millió forintos összegünkhöz is. Ezt a beruházást már a tavaly évben terveztük megvalósítani, de sajnos a mindenki számára ismert Sberbankos helyzet egy kicsit megviccelt minket, de mondhatom, hogy ami késik, nem múlik. Tavasszal fog indulni ennek a közbeszerzése is. Terveik szerint május-június környékére megindulhat a kivitelezés. A rendelőintézet számára térkövezett parkolóterületet fogunk kialakítani ennek keretében. Ez lényegében a ma is parkolásra használt területet fogja majd magában foglalni. Egy ifjúsági parkot szeretnénk megvalósítani elsősorban, ami kikapcsolódási lehetőséget biztosít majd a család többi tagjai számára is. Trambulin, drótkötélpálya, mászófal, okostársas játékok fogják majd az odalátogatókat várni. A tervezés óta megélt, illetve elszenvedett, ha fogalmazhatok így, áremelkedések miatt ez az összeg sajnos már nem lesz elegendő a teljes beruházásra, ahogy az összes többi beruházásra sem volt elegendő, ezért kettő ütemmel fogjuk megvalósítani ezt a kivitelezést. Az első tavasszal induló ütemben a parkol és a park kialakítása fog megtörténni, majd a második ütem terveink szerint az év második felében lesz, ahol meg fogjuk tölteni a parkot élményelemekkel. A másik nagy horderejű projektünk az idei évben a Szabadság utca elejének komplett rekonstrukciója és árok befedése. Az érintett szakaszon 2021-ben megtörtént az ivóvíz hálózat rekonstrukciója, a tervek már több évvel ezelőtt elkészültek, a költségvetésünkben ennek a fedezete is, ennek a kivitelezésnek a fedezete is rendelkezésre áll, így minden feltétel adott már ehhez a kivitelezéshez is. Végre megújulhat a vásártéri iskola és a gimnázium közötti útszakasz, illetve járdaszakaszunk. A beruházásnak köszönhetően több parkolóhely is kialakításra fog kerülni, enyhítvén a több évtizedes parkolási problémákat. Tervben van az összes játszóterünk felújítása is. A város öt különböző pontján létrehozott játszóterek az évtizedek során elavultak, korszerűtlenek, balesetveszélyesek és elhanyagoltak lettek. Szeretnénk, ha ez egy szélesebb körű korosztályt tudna kiszolgálni, ezért az összes játszóteret újra gondoltuk. Ennek az egyeztetése is zajlik. Felújítjuk a játékelemeket, öntött gumiborításra cseréljük a gumilapokat és új modern játékokat fogunk telepíteni. Ivókutakat is szeretnénk a játszótereinkkel környezetében telepíteni. A szintén hosszú évek óta várt projekt a záportározó a tódülőben. Ez is egy több évtizedes probléma, ami a csapadékvíz tervezett elvezetését jelenteni. Ezt főleg hóolvadás, illetve a villámzáporok miatti hirtelen lezúduló csapadékok problematikáját oldaná meg. Ez lényegében a régi Szent János tó feltöltése óta folyamatos problémákat okoz. Évekkel ezelőtt ezek a tervek elkészültek, bízom benne, hogy tavasszal ez a közbeszerzés is elkezdődhet, és nyáron a kivitelezés is végbe mehet. Ezen kívül tervezünk még számos újabb út és járda közbeszerzés elindítását is még az idei évben. Ennek keretében szeretnénk a kimaradt Madarász utcai és a Madarász utcát Szilárd úr burkolattal ellátni, és a Kálvária utcában a szintén hosszú évek óta állított vasúti járdát elkészíteni. Egyelőre itt több konkrétumot nem tudok említeni, mert ahogy az alpolgármester asszony is említette, az idei forrásaink felhasználhatósága még
nagyban függ az elkövetkezendő hónapok alakulásától. Bízunk benne, hogy minden a számításaink szerint fog most már alakulni végre. Ezek gondolom a nagyobb volumenű beruházási tervek voltak, amiket most elsorolt polgármester úr. Terveznek egy kisebb horderejű, kevésbé jelentős dolgokat, fejlesztéseket? Természetesen a kisebb horderejű dolgokról sokszor már nem is beszélünk, csak egyszerűen észreveti a lakosság, hogy ez is megszépült, az is megszépült, itt is tevékenykedünk, ott is tevékenykedünk, de igen, folyamatosak a kisebb ívű fejlesztések, ahogy évközben az anyagi lehetőségeink engedni fogják. Tudjuk, látjuk a feladatokat, nyilván az anyagi források függvényében fogjuk tudni megtenni a kisebb fejlesztéseket is. Szeretnénk az összes elavult és mostohán kezelt buszmegállóinkat újra cserélni. Nem túl szép városképet adnak ezek a elavult buszmegállóink. Jó lenne, hogyha egy egységesebb formát tudnánk adni ezekkel az új buszmegállókkal is. A buszmegállókhoz hasonlóan ezekhez, illetve a főúthoz hozzátartoznak a pollerek, kandeláberek és egyéb utcamútorok is, amik szintén már nagyon viselt állapotúak, bár azt megjegyezném, hogy azért ezeknek a újrafestése, újra lakatolása, javítása folyamatos, de ezeket is érzékeljük, hogy cserélni, felújítani szükséges. Azt gondolom, hogy ezek sem lennének ilyen állapotban, hogyha ezek a minimális gondozást a jó gazda módjára megkapták volna az elmúlt években. Ha ezekre oda lett volna figyelve egy kicsit, akkor most nem lennénk ilyen helyzetben, hogy gyakorlatilag újra kell őket cserélni, mert szét vannak rohadva a fa és a vasanyagok. Ez egy tudatos karbantartást igényel, amelynek a Városgazda Kft. Lesz a kivitelezője és a gondozója. A temetőben is érzékeljük, hogy kisebb fejlesztések szükségesek. Évek óta tervezünk a ravatalozó épületét is akadálymentesíteni. Ha sikerül ezt műszakilag megoldani, akkor kaphatna a ravatalozó egy előtetőt az épület elé, hogy a gyászolók egy esetleges rossz idő esetén, eső esetén az esőbe álljanak, valamint szeretnénk magát a ravatalt is megújítani. Ezen kívül egy szóróparcellát is szeretnénk létesíteni, ez várhatóan az év második felében kerül majd kivitelezés alá. Ez a temetkezési forma egyre gyakoribb, látjuk az igényt, és szeretnénk az ilyen téren is kielégíteni az igényeket. Számos további terveink is vannak, amikről az év folyamán be fogunk számolni. És akkor még egy kicsit visszatérve az anyagiakra, nem biztos, hogy jól fogom mondani az időpontokat, akkor javítson ki a polgármester asszony, hogy még 2021 végén nyerte el a város a 3,5 milliárdos támogatást, amit ugye 2022-ben hívhatott volna le, hogyha nem jön közbe a háború és az energiaválság. Jól mondtam? Igen, igen. A tavalyi évben kezdődhetett volna meg a lehívása, és mi készen is voltunk arra, hogy már szeptemberben az energia pályázatokat beadjuk, de sajnos akkor kaptuk azt a hírt, hogy Pilisvörösvárt ugye visszasorolták a kiemelt települések közül, és ezért mi is a normál kalapból tudunk részesülni. Ehhez az kell, hogy ugye a megyei ITP-t megváltoztassák, és Pilisvörösvár ezen kör keretében el tudja kezdeni a pályázatokat. Jelenleg ezek a pályázati források nem elérhetőek. Nagyon bizakodunk benne, hogy ez már az idei év folyamán újra nyílnak. Nem kevés munkát tettünk be már ezekbe a projektekbe, és a fejlesztési terveinkbe is beépítettük őket, úgyhogy most nagyon sok esetben fejtörést okoz számunkra egy-egy projektnél, hogy várjunk-e azok megindításával, vagy valósítsuk meg saját forrásból.
nemrégiben újra ebben a témában adatszolgáltatást kellett adnunk Pest megyének, ami bizakodásra ad okot számunkra. Nagyon bízunk benne, hogy ez azt jelenti, hogy valóban az idei év folyamán meg fognak nyílni ezek a keretek. Amint erről bővebb információnk lesz, természetesen tájékoztatjuk erről a lakosságot is. És még itt az interjú megkezdése előtt említette a polgármester asszony, hogy van egy fontos közlemény, amit a lakossággal meg kéne osztani, ez pedig az, hogy valószínűleg változik az adófizetési határidő, akkor azért ezt mondjuk el, hogy értesüljenek ezen a forráson keresztül is a lakosok. Igen, 2023. január 1-től központilag megváltoztatták az adócsoportban a programot, amivel dolgoznak, és per pillanat egy országos probléma, hogy nem elérhetőek az adófolyószámla kivonatok. Már most is nagyon sok lakossági telefont kapunk, hogy ugye, ahogy megszokhatták az utóbbi években, ugye február végéig már mindig kiküldtük a csekkeket és az adófolyószámla értesítőket, sajnos ezek most még nem tudtak megkezdődni, és előreláthatólag határidőben nem is fogjuk tudni ezt kiküldeni a lakosság és a vállalkozások számára, úgyhogy itt szeretném jelezni mindenki felé, hogy kérjük szíves türelmüket, amint a rendszer helyre fog állni központilag, országosan, akkor megkezdjük a folyószámla értesítőknek a kiküldését. Tisztában vagyunk azzal, hogy az adózási határidő március 15, és hogy addig nem lesz ez teljesíthető, ezért a kommunális adónál biztosan ki fogjuk tolni ezt a határidőt. Az iparűzési adónál, mivel az értesítők online módon kerülnek kiküldésre, ha a rendszer helyreáll egy héten belül, akkor ezt még meg fogjuk tenni, és határidőt nem kell módosítanunk, hanem akkor természetesen az iparüzési adó tekintetében is határidő módosítással fogunk élni. Nagyon szépen köszönöm, mi mást is kívánhatnék, mint hogy ne kelljen idén ismét újra és újra tervezni az egész évet, és kevesebb nehézséggel kelljen megküzdeni mind az önkormányzatoknak, mind a lakosoknak. Köszönjük szépen, hogy itt voltak és elmondták mindezt. Köszönjük szépen mi is.